Engedjék meg, hogy külön köszönetet mondjak előadóinknak. Személyesen is hadd köszöntsem professzor dr. Knoll Imre urat, aki tulajdonképpen akadémiai doktorként a logisztikai albizottság tiszteletbeli elnöke. Szeretettel üdvözlöm dr. Csaba Attila urat, a logisztikai főtanácsost és a magyarországi logisztikai szolgáltató központok tiszteletbeli elnökét. És köszöntöm dr. Vörös Béla Globál blog ügyvezető igazgatóját. Köszöntöm Fülöp Zsolt urat, a Debreceni Logisztikai Szolgáltató Központ ügyvezető igazgatóját, de először dr. Maradjunk urat, hogy előadását megtartani szíveskedjék. Hölgyeim és uraim, igen tisztelt kollégák, akik úgyis, mint előadók, úgyis, mint hallgatók, úgyis, mint régi barátaim itt vannak. Szeretném köszönteni önöket, elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia, illetőleg Logisztikai Bizottsága nevében, és ehhez rögtön hozzáfűzöm azt a köszöntésemet, hogy mennyire öröm számunkra, hogy a Szegedi Akadémiai Bizottság keretében 15 évvel ezelőtt alakult meg ez a szervezet, amelyre azért vagyunk olyan büszkék, mert Magyarország egyetlen tudományos regionális szervezete. Szeretném hozzátenni, hogy én arra vállalkoztam, hogy mint az elmélet és gyakorlatnak operatív embere, erről még két szót mindjárt kell mondanom, a logisztikának a fejlődésével és elsősorban a jövőképével azzal a szempontból szeretnék foglalkozni, hogy hozzáteszem, hogy én saját magam az elmúlt években is, vagy évtizedekben, de még a jelenlegi esztendőkben is az életemet úgy állítom be, hogy a tudományos tevékenységem mellett legalább hetente egyszer, ne tessék meglepődni, elmúltam már 50, és ez azért egy nem kis dolog, hogy minden héten legalább egyszer egy vállalatnál vagyok azért, hogy a saját, meg munkatársaim tudományos lépéseit ott elmondjam, ott bevezessük esetleg, és a tapasztalatokat visszacsatoljuk, és részben egyetemi hallgatóimnak, kollégáimnak, tehát a logisztikai társadalomnak, tudományos gyakorlati embereknek továbbadjam, és ebben amennyire lehet még a jövőben is igyekszem közölműködni. Tulajdonképpen ezt a fejlődést, amit én most itt címként adtam, természetesen, tehát egy ilyen elmélet gyakorlati kölcsönhatás formájában szeretném önökkel megbeszélni, és röviden csak annyit mondanék én rögtön az első lépésben, hogy alapvetőleg tartom természetes, mivel itt ünnepeljük a tudományt is, meg ünnepeljük ugye a logisztikai szolgáltató központoknak, és pontosan itt Szegeden a működését, megalakulástól kezdve a jövőt is kivetítve. És az egyik legfontosabbat szeretném hangsúlyozni röviden, és itt aláhúzva mutattam, hogy mennyire fontos, de önök ezzel nyilván egyetértenek, hogy bármit a tudomány csinál, annak csak akkor van értelme, hogyha a gazdasági fejlesztésbe és ugyanakkor a társadalom fejlődése érdekében is belevesszük. Magától érthetődik, itt csak egy-két jelzőt írtam, az értékteremtés. Hát értékteremtést ugye csúnyán is mondhatjuk, hogy a biznisz eredményekre törekszünk, ez nem egy csúnya dolog. Hát a tudományos ember is akkor van megelégedve, hogyha látja azt, hogy a gyakorlatban mint megfelelően működik mindaz, amit ő javasol. És hát azért írtam ide Kazincinak a mondását, amit nem egy könnyű megfejteni, hogy jót is csinálja, jól is csináld, és ez majd titok,
De akkor jó, ha nem titok, hanem az eredményekre büszkék is lehetünk, és ezt mindig a fiatalabb korosztálynak szoktam mondani. Itt most csak annyit jegyeznék meg, ugye, hogy elsősorban kutatásokról és különböző tényezőkről van szó, de ha a gazdasági életet keresem, és nézem, hogy mit ért el, most éppen Fülöp Zsolt kolléga az egyik, aki képviseli a gyakorlati gazdasági életet, és természetes, hogy jogosan mindig megkérdezi saját magától, meg megkérdezi a tudományos embertől, hogy vajon, most már tovább ugrottam, de itt látható az. Tehát én az önköltségcsökkentés meg a versenyképesség érdekében dolgozunk, és a különböző erőforrásokat is természetesen figyelembe kell vennünk. És itt viszont arra szeretnék utalni ezzel a cábrával, hogy amikor ez a bizonyos középen látható SCA, a hagyományos a logisztikai folyamatról beszélünk, ma már csak akkor tudunk eredményt elérni, és ezt szeretném mindenképpen kihangsúlyozni, hogyha a hagyományos logisztikához kapcsolunk olyan szakmákat, mint a marketing, meg a controlling, amely szakmákkal együttműködve kell nekünk feltétlenül együtt embereknek elérni azt az eredményt, amire törekszünk a magyar gazdasági életben is, a tudomány segítségével. Ha most ezt is tovább nézzük, akkor egy másik dolog, amit nagyon fontosnak tartok, és abban gőzerővel benne van a tudós, és meg főként a gyakorlati ember, hogy amikor örvendetes módon köszöntjük azt, hogy Magyarországon ezekben az utolsó években, sőt hónapokban is több olyan külföldi cég jelent meg Magyarországon, akinek azért is örülünk, és én amellett vagyok, hogy mindig a jó tényezőket látom, és nem a negatívokat, mert az is lehet, amikor arról beszélünk, hogy jön a nyereség, hova került, amikor egy német, egy angol, vagy akár bármelyik cég Magyarországon dolgozik. Keressük azt, hogy ez nekünk miért jó. Nem akarok mélyen belemenni a kecskeméti Mercedes fejlesztésbe és a többibe. De azt mindenképpen meg szeretném említeni, hogy nagyon fontos az, és ez a mi feladatunk, ha magyarországi fejlesztésről beszélünk, hogy az a vállalatoknak a fejlesztését csak így tudjuk támogatni, hogyha a közlekedés, mint az infrastruktúra legfontosabb tényezőjét is fejlesztjük. Természetes, hogy közüzemekre szükség van, telekommunikációra is szükség van. Egy kérdésnél meg szeretnék állni, amikor az előbb azt mondtam, hogy nagyon fontos, hogy a gazdaságot is, meg a társadalmat is igyekezzük, ugye, hiszen kölcsönhatásban van előre vinni az embereket. Erről azért szeretnék néhány szót beszélni, mert teljesen természetes, hogy amikor egy városban fejlesztés van, valamelyikus területén vagy külterületén, akkor nem csak a vállalati konkrét termelés fejlesztésről kell beszélnünk, nem csak arról, hogy jó közlekedési utakat kell biztosítani az áru beszállítás és kiszállításához, hanem az ott dolgozó embereknek is a szociális körülményeit biztosítani kell, eredmény is van, akkor természetes, ha ezt visszaforgatja ezt a nyereséget a saját vállalata vagy egy másik társvállalat érdekében, az szintén a magyar gazdaságnak egy rendkívül fontos dolog. Lehet, hogy sokan meglepődnek, amikor nagyon erősen aláhúzom, hogy az az együttműködés, ami a állami pénz, a public-private partnership, tehát a közszféra pénze, a magánpénznek az együttműködéséből sok esetben jó dolog, hogyha megjelenik, hogy úgy fektessünk be, hogy a közpénz és a magánpénzek együtt működnek a cél érdekében. Hogy miért mondom azt, hogy tisztességes, mert sajnos rengeteg probléma is volt ezzel, ami nem volt tisztességes. Nem árt néha és nem frázis mondani azt, hogy mit tartunk nagyon jónak. Én felrajzoltam itt a fiatalok, biztosan, ha megnézik, mert mondjam azt a 20 éves korosztály, egyik kedvenc korosztályom, hogy én egy ilyen LGT három betűből álló logisztikai függvényt rajzolok fel, attól még az én unokáim az LGT zenekarnak nagy megtisztelő és hívei voltak, és vidáman buliztak nem egyszer az LGT-vel, de
Ha ezt megnézzük, akkor ezt ebbe csak annyit akartam kifejezni egy mondatban, hogy a logisztika ugye a fejlesztője a gazdasági életnek, segít a áramozgás és így tovább, de a gazdasági élet is és a logisztika együtt működnek a siker érdekében, a társadalom pedig, amelyiknek mi vagyunk az emberei, mondjam azt, hogy az első műszakban megdolgozunk azért, hogy a második műszakban minél jobban éljünk, idézőjelben, és ott elfogyasztjuk azt, amit a gazdaság produkál. Nagyon szeretném még hangsúlyozni azt is, hogy mennyire fontos a nemzetközi logisztikai együttműködés. Ebből ugye nagyon nagy örömünkre szolgálna, hogyha a szomszéd országokkal minél erősebb kapcsolatunk lenne, arra, hogy a gazdaság és a társadalmi kapcsolatban a tisztesség. Ennek van egy üzleti vonatkozása is, amit az angol kifejezést loptuk el, hogy olyan üzletet kössek, például egy gyártócég a logisztikai szolgáltatóval, vagy uram, bocsánat, egy gyártócég, mit tudom én, a Tesco, vagy akármelyik élelmiszer bázissal, élelmiszer kereskedelmi bázissal, hogy mindegyik meg legyen ezzel elégedve. Tulajdonképpen mindazt, amit eddig elmondtam, hogy ez jövő, igen, én úgy látom, és erre törekszünk, hogy lehetőleg az üzleti törekvések és a társadalom érdekében tett lépések, most nem csak a Mercedes-t fetisizálom, de hogy félreértés legyen, amennyire lehet, össze kell kötni ezeket a gondolatokat, és itt ugye az utánam következő referátumokban a kollégák az operatív életet, annak a gyakorlati kihatásait, természetesen az ő saját kapcsolataikat is részletesen nem fogják mondani. Tisztelt konferencia. 94. augusztus 1-ében megkezdtük a tevékenységet. 1994 év végére már a program összeállítható volt, újra hozták a Prelo Kft-t. Ügyvezetésre engem bíztak meg. A tulajdonosok, a megye jogú városi önkormányzata, Tiszaholán RT, MÁV RT üzletigazgatóság és a Duna-Tisza regionális fejlesztési Kft. Később részvénytársaság. A Prelog Kft. Feladata az előkészítési folyamatok koordinációja 98 évre rendezetté váltak, illetve megvalósultak, és lehetőség nyílt a megvalósítási folyamatok beindítására. Ebben az évben városi közgyűlés jóváhagyta a kialakított telepítési és városi rendezés tervét, illetve azt abba beillesztette a logisztikai szolgáltató központ elhelyezését. Mai területén a zöldmezős beruházásként mintegy 45 hektáros területet irányoztak akkor el. Kiemelkedő csapatmunka folyt. Tisztelt konferencia, hölgyeim és uraim! Azzal szeretném kezdeni, hogy a 90-es éveket megelőző évtizedben működött az úgynevezett római hármas szám kutatásfejlesztési célprogram, amely az áruszállítások korszerűsítését szolgálta. Olyan célprogram volt, amelyel nyomán eredmények is születtek. Ebben a célprogramban nagyon komoly kiemelt szerepet kapott a mezőgazdaság és a mezőgazdaság keretén belül megvalósítandó, akkor még nem úgy hívtuk, gabona és műtrágya logisztikai feladatok. 91-es évben és a Közlekedéstudományi Intézet gondozásában a Német Intézet társmunkájával, majd 11-re és tulajdonképpen az országos jelentőségű hálózat így jelenleg így került meghatározásra. A Prelog abban a három logisztikai szolgáltató központok előkészítő társaságba tartozik, melyek még az országos végleges koncepció előtt elkezdték munkájukat. Hölgyeim és uraim, onnan folytatnám, ahonnan az előttem szóló urak abban hagyták a történetét gyakorlatilag a logisztikai központnak. Egyből 2005-2006-os évre ugranék. 2005-ben jelentkezett a Masped CRT, akkor még Masped RT befektetett az önkormányzatnál,
és az önkormányzattal egy szindikátusi szerződést kötöttek erre a 47 hektáros területre vonatkozóan, amelyben vállalták azt, hogy egy megadott határidőn belül ezt a logisztikai központot felépítik, üzemeltetik, illetve a területet értékesítik. A néhány kisebb módosulás volt, de a jelenlegi tulajdonosi összetétele a cégnek a következő, a Masped ZRT 49,8%-kal, a Zolpac Kft. 32,47%-kal, Szegedváros önkormányzata 17,56%-kal, és az előbb említett Real Service Hungária Kft. 0,17%-kal adja a tulajdonosok összességét. A Prelog Kft. Neve 2006-ban Globálló Kft.-re változott, teljes mértékben a jogutódjaként működik a cégnek. Én 2006. január 1-én kerültem a társasághoz, és ügyvezetőként. 2006-ban született tehát döntés arra vonatkozóan, hogy az első üteme megvalósul a logisztikai központnak, egy kicsit másabb elképzelést fogalmazott meg az új tulajdonosi kör, mint a piaci igényekhez minden esetben alkalmazkodva hozzuk ezt létre. Tehát az első ütemben egy kisebb, 2600 négyzetméteres raktár került megépítésre, irodaépületekkel, és vámhivatal is kiköltözött a korábbi területről, és itt kezdte meg a működését. Ez gyakorlatilag, ebben folyik gyakorlatilag most is a legfőbb logisztikai tevékenység, raktárbővítések is történtek. A Globálok Kft. Fő tevékenységi kör egyébként két részre bontható. Egyrészt az ingatlanok, a terület hasznosítása, másrészt pedig a logisztikai tevékenység végzése. A területek hasznosításában az az elképzelés született, hogy bérlettel vagy eldegenítéssel, de a 47 hektáros szilket, amely időket mondja elnevezéseket a Szegedi Ipari Logisztikai Központ, a szilk ezt rövidíti, ehhez betelepülőket keressünk, és nem maga a Globálok végezze az egész területen a logisztikai tevékenységet. Megkezdődtek a tárgyalások 2006-2007-ben. Az első komolyabb partnerünk, aki helyet foglalt a területen, a Volvo Hungária Kft., amely egy kamionszerviz bázist és értékesítési terepet hozott létre a területünkön. Ő egyszerű formában, tehát 2 hektár területet megvásárolt a cégből, és ezen saját maga végezte el ezt a beruházást. A következő nagyobb fejlesztés, vagy nagyobb betelepülés, amely szigorúan logisztikai tevékenységet végez, a Hanza Kontakt Kft., a CBA-t is, CBA üzlethálózathoz tartozó Hanza Kontakt Kft., az 30 ezer négyzetméter nagyságú logisztikai bázist épült. Azt követően tárgyalásokat kezdtünk egy svájci-angol céggel. Ez időközben azért volt annyi koncepció módosulás, hogy, és ezt a várossal is egyeztettük, hogy felmérve a piaci viszonyokat, nem kizárólag logisztikai célú hasznosítás, hanem logisztikai és ipari hasznosítása legyen a 47 hektár területnek, mert erre is mutatkozott igény. Ennek egyik eleme volt tehát ezzel az angol-svájci céggel a tárgyalás, amelyben 13 hektárra kötöttünk opciós szerződést másfél évvel ezelőtt, amely 2013 márciusában jár le, és ezen a területen, 13 hektáron egy erőmű fog megvalósulni. Ennek a tárgyalásai és az engedélyezései már eléggé előre haladott állapotban vannak. Egy nagyon komoly teljesítményű gázból elektromos áramot előállító erőmű fog a területünkön működni. A beruházás értéke a 80-100 milliárd forint körüli nagyságrendet tesz ki. És ehhez kapcsolódik a legújabb fejlesztésünk, amit most fejeztünk be 2 hónappal ezelőtt. Ez a DAF-nak, a holland kamionos cég magyarországi partnerének építettünk egy kamionszerviz bázist, ez saját beruházásunk volt, ezt bérlik tőlünk ezt az ingatlant, és ebben megkezdte a működését a cég. Feladatról azt kaptam, hogy a logisztika fejlődéséről a Transpednél beszéljek egy kicsit a válságról, kihívások és a erre adott válaszokra. Ipari park és logisztikai központ kapcsolata 1990-ben kezdődött.
3.200.000 forintos törzstőkével és 2 fő alkalmazottal, és szállítmányozásnak nevezett, inkább csak közvetítéssel foglalkoztunk, fogad közvetítéssel. Ugye a árbevételek növekedtek, 1994 volt egy másik olyan időpont, ami egy nagyon fontos időpont volt a cég életében. Gyakorlatilag megvettük az első 3,5 hektáros területet egy 5000 négyzetméter, 5200 négyzetméteres raktárral, és mindezt egy külföldi cég biztatására, aki gyakorlatilag az államon keresztül nagyon sok gyapotot hozott be, de nem volt megelégedve az állami szolgáltatással. Abban az évben elindult a vámudvarunk szintén, tehát tovább nőtt a komplexitás, és 97-ben a MÁV kombival megcsináltuk a konténerterminálnak az üzemeltetését is, tehát most már konténerterminált is üzemeltettünk. Romániában 98-ban mányvállalatot csináltunk, amit gyakorlatilag a Transpet-szerű tevékenységet csinál, csak egy sokkal kisebb, és igazából nem nagyon volt erőforrás arra, hogy ott látványos fejlődést csináljunk. Tehát egy 2000 négyzetméteren raktárunk, és a szállítmányozás és egy kicsi fogadozást, vámkezelést végez. 99-ben megszereztük az ipari park címet is. Másfél év, két év, mire megnyertük igazából a nagy projektet, a Tiszai vegyi kombinátnál. Fontos feladatunk a intermodalitás támogatása. A tanulmányoknál majd mindjárt mondok róla egy-két dolgot. Ugye kitaláltuk a minősítést, az, hogy legyen intermodális, regionális, helyi és vállalati, tehát ne minisztériumok mondják ezt meg, hanem egy szakmai konszenzuson alakuló olyan kézzelfogható minősítés legyen. Gyakorlatilag 100.000 négyzetméter körüli az a raktárkapacitás, amin dolgozunk, és most már ebben az évben egy Salgósped nevű cégnek a dolgainak a beintegrálásával a gépjármű kamiondarabszám is a 100 darabot fog elérni. És ott látszik az árbevételnél, hogy itt egy 2006 végén nyertük meg a polimer logisztikát, az önmagában egy 2 milliárdos üzlet. Nagyon magas minőségi és egyéb kockázatokkal, de működik, jó kiszámíthatóan. És látszik, hogy mi gyakorlatilag a 2008, 2007 és 2008-ban egy nagy ugrást tudtunk emiatt végrehajtani, és igazából 2008-ban nem is nagyon láttuk a válságot, csak beszélgettünk róla. Majd a következő szlájddal fogok néhány említést tenni róla. Most már közel 500 ember van a cégcsoportban, bő 600 partner, 9 plusz egy a nagyváradi telephelyen működünk, 26.000 fuvant, és sorolhatnám, hogy 11.000 vámkezelést, és egyéb ilyen érdekes számokat szeretnék. Válság kihívások. Talán az egyik a szerencsénk mellett, hogy ezt a nagy munkát megnyertük, talán a másik lépésünk, ami nagyon-nagyon kellő időben történt, a cég vezetése már gyakorlatilag október végén, november elején 2008-ban lejult, és értékeltük, hogy mi zajlik körülöttünk a világban. Adott itt fejlesztésben ugye egyértelmű, hogy ahhoz folyamatosan fejlődő koponyákra van szükség. Egy operatív mérőszámot kérdezek. A döntően szellemi tevékenységet folytató munkatársak között milyen jellegű a fluktuáció vállalatnak? A teljes Transpet gyakorlatilag nulla.
évekkel ezelőtt egy embert én magam engedtem el, meg volt az oka, azóta ez múlva, és ugye nem beszéltem itt képzésekről, a folyamatos képzések, humán erőforrásnak a képzése. Jó, hát ez a válasz akkor. Igen, tehát folyamatos. Én magam is képzem magam, nem érte elő senki, de most is iskolába járok. És azt gondolom, hogy unalmas perceimet erre tudom használni. Ezeket a fejlesztési kérdéseket, amiket megvalósítanak vállalatok, szeretném, hogy akár Szegeden, akár több helyen ezek a sajátos, újszerű vállalat fejlesztési tapasztalatok, módszerek, döntően a logisztikához kapcsolódóan ezek kaphassanak publicitást jobban, amikor már van eredmény. A logisztikai rendszereknek a sajátos fejlődését adjuk tovább, hogy ebből azután egy olyan nemzetközi konferenciát is csinálnánk, ahol magyarországi logisztikai fejlesztési tendenciákat effektíve bemutatjuk.